Mizu Csajci, megjöttem! Félsz mi? Hát meg is értem, haver! Én is félnék a helyedben! Milyen szerencse, hogy én nem vagyok a helyedben! Szevasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Végre el is érkeztünk az első horror játékunkhoz, ami mi más is lehetne, mint hogyha nem a Péntek 13 nevezetű játék, ami a filmek alapján készült. Én utoljára kb. Olyan 3 évvel ezelőtt játszhattam amúgy vele, és akkor tudom, hogy tele volt bugokkal, meg az irányítása is borzalmas volt, szerintem ez a mai napig nem változott, de videóban ezért extra jó lesz. Nem tudom amúgy, hogy mekkora játékos bázisa van, de remélhetőleg fogunk találni meccseket, és itt is van Jason, a jó öreg sorozatgyilkos. Na ez a nem mindegy, hogyha esetleg valaki nem vágna ezt a játékot, az a lényeg, hogy táboroztok, és elmentek ilyen para helyre, te lehetsz túlélő, vagy pedig Jason a gyilkos. Hogyha Jason vagy a gyilkos, akkor ugye az a célod, várjatok, közben pedig elkezdem keresni a meccset, nehogy a végén az legyen, hogy hosszú percekig keres nekünk meccset, azt hittem az előbb, hogy találd, nem? Szóval, hogyha Jason vagy, akkor az a cél, hogy az összes táborozót kiiktasd és megöld. Hogyha pedig táborozó, akkor az a cél, hogy kimenekülj. De ahogy hallod, itt van Jason! Hát csináld már! Futi, 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 futi! De szuper! Annyira jó ez a játék! Fú, te! Már most felidegesítesz! Egy full random meccsnek a kellős közepére berak engem, mivel gondolom, hogy valaki kilépett, és pont Jason mellé. Annyira jó ez a meccsrendszer, nem? De nézzük a jó oldalát, ezek szerint akkor játszik még ezzel a játékkal valaki, és fog nekünk találni meccset, de reménykedjünk abban, hogy most nem ismételten egy random meccsnek a közepére fog bedobni, hanem az egésznek az elejét is láthatjuk, és az is amúgy jó lenne, hogyha én lennék Jason. És én vadásznék mindenkire, ugyanis szerintem az a leges legjobb ebben az egészben. Na erről van szó! Végre egy lobbiba dob be minket! Itt tudunk választani ugye karaktert. Annyira horrorfilmes karakterek vannak. Mi ez? De szerintem én ezzel a szőke csávúval leszek. Ő tökéletes lesz, te jól tudsz futni? Hogy ne tudnál jól futni? De hát reménykedjünk benne, hogy igazából én leszek Jason. Oké, ezt el is fogadom. Na, és mennyi játékos van már itt időközben? Ez a Jason leszek inkább, azaz! És akkor be is redizek. Hát de ne lépjetek ki! Miért léptek ki? Pedig az előbb már elkezdett visszaszámolni, hogy kommunikálnak egymással. Mi a voice chat? Hogyan kell voice chatelni? Én is akarok! Hello! Hello my friends! What's up, what's up, what's up? I will be Jason and I will kill you. Válaszolni sem mernek már. Ezt tudjátok, ilyen nagyon mély hangon kellett volna. Én leszek Jason. És megöllek titeket. Elszórakoztatom én magam, a te vicceljetek. De ez brutál amúgy, hogy kajakra ennyit kell várni egy meccsre. Mennyire nincsen ilyen mostanibb játékoknál? Redizd már be, haver! Márjál, mondom neki magyarul, biztos megérti. Redizd már be, főnök! Na. És tudjátok, beredizned. For you, bro, for you. És tudod, mindjárt már anyáznának is nekem. Majd akkor anyázatok, amikor Jason leszek, és elkaplak titeket. Remény. Na! Beredizett, és indul is a meccsünk! Erről van szó! Léci! Léci! Én vagyok Jason! Szóval itt vagyunk ebben a házban. Ott pedig Jason! Annyira hangosabb úgy nekem. Léci, én legyek. Én legyek. Az én karakteremet amúgy nem láttam, szóval lehet, hogy én leszek. Várjatok már. Mi van veletek? Én vagyok Jason, erről van szó. Na gyertek csak! Hí, de para helyen vagyunk. És mennyire sötét ez az egész? Alig látok valamit.
Na de gyertek, csak merre vagytok? Természetesen esik az eső és vihar van, persze. Amúgy, minthogyha ezek a fehér kis karikák azt jelentenék, hogy arrafele van valaki. De tudok csinálni olyat, hogy megnyomom a kettest, akkor mi történik? Akkor átlátok szerintem a házakon, és hogyha ebben a házban lett volna valaki, akkor azt láttam volna. Az egyesünk az mit csinál? Térkép, jó. Ebbe a házba nincsen senki, tudtommal. De azért bekopogunk, mi van veletek? Hello! Ja, kajak nem volt itt senki. Ebben a házban van valaki! Hello! Mizu Csajci, megjöttem! Na mi van veled? Nem már, hogy csapdát rakott oda nekem? Kapjuk el, ott van, ott fut, ott fut! Ott fut előlem, nem futsz el, Csajci! Hova tűnt? Az a baj, hogy Jason a túlélőkhöz képest nagyon, de nagyon lassú. És most kajak elvesztettem. Hát bizony ebben a házban van valaki! Nem lehet feltörni a zárat, nem mi? Hát akkor ezt az ajtót betörjük, hello! Mi van veled? Ki akarsz mászni az ablakon? Mi? Gyere ide! Gyere ide, nem mászol ki! Ott is van! Hát, őt bedaráltuk. Büszkék is ránk, nem is kicsit. Megvan az első áldozatunk, szóval akkor jöhet is a következő. Merre vagytok? Na merre? Megéreztem a vér szagát, én úgy érzem! Ismételtem! Megvan ez a skillem, de most nem fogom leállítani, hanem csak megyünk és megyünk és megyünk! Átjöttünk a túloldalra, és itt lesznek emberek! Na hello! Azt hiszed, hogy abban a házban biztonságban vagy mi? Hát nagyon nem... De hagyjál már engem a csapdákkal! Vagy ez nem is csapda volt, hanem lelőtt engem ilyet fegyverrel. Kimászott az ablakon, és szerintem ő elmenekült, bár még nem biztos. Ugyanis én jövök. Én nagyon jövök. Oh my God, what happened? Na mi van, Csajci? Csak nem mögötted voltam. Egyre jobban élem ezt a játékot. De most merre menjünk? Menjünk szerintem vissza ide a túloldalra, ugyanis itt még kéne lennie három embernek. De van egy olyan érzésem, hogy már nem sokáig, de mi van veled? Hogy kell dobni? Hogy kell dobni? Ledoblak? Hallod? Azaz, talált! Gyere csak! Jaj, de lassú vagy! De... Bántani akarnak téged, Jason, de ezt nem hagyjuk! Pedig nyomtam a négyest, az ilyen hátba szúrós téma lett volna. Ebben a házban vannak mi. Ó, hogy ne lennének ebben a házban! Félsz mi? Hát meg is értem, haver! Én is félnék a helyedben! Milyen szerencse, hogy én nem vagyok a helyedben. De hagyjál már engem, mit támadsz meg? Amúgy valahogy meg is lehet engem ölni, szóval nagyon kell figyelnünk. Hát összeszövetkeztek ellenem, gyere ide! Ebben a házban van valaki. Az áramot is. Várjál, csak ledobom én. Elfogyott az összes dobom. Szóval valahogy a vezetékeket is le lehet kapcsolni. De nagyon figyelnünk kell, ugyanis... Azt hitted nem látlak mi? Azt hitted nem látlak, sötét van, de észreveszlek! Hát mit csinálsz, haver? Nyomni kellett volna a négyest! És leszúrni a fenébe, ugyanis az már betöltődött! Ablakon keresztül nem tudom mi? Nagyon nem tudom! És elnyomtam most erre, ne csináld! Na mi van, egyedül vagy? De, hogy mindenhol csapda van? Hát ezek szivatnak engem, az is kimászik az ablakon. You can never die. Nem halhatok meg. Neked kell meghallod?
Na gyere csak ide! Merre vagy? Csak nehogy elessél! Nagyon vigyázz, csúszik a talaj! Come on! I'm here! Mennyire beteg állapnak gondolhatnak engem amúgy, hogy ezeket csinálom? Na most menekülj! Mi van veled? Hol a négyes? Nyomd a négyest! Jól van, jól van! Hát ez fájhatott, haver! Na de hol vannak? Ó, hogy ebben a házban vagytok! Hát ahol ti vagytok, ott én is leszek! Jaj, annyira beteg ez az egész, de annyira élem! Figyelni kéne amúgy! Hát mi történt veled? Hova tűntél? Kiugrottál te? Vagy csak megijedtél? Csapdát rakott az ajtóba, hát arrafele nem megyünk be. Szóval figyelni kell, hogy a kocsit nehogy megjavítsák, mert a kocsival ki tudnak innen menekülni. Meg arra is kéne figyelnünk, hogy a rendőröket se hívják ki, ugyanis az nem lenne szerencsés. De minthogyha valaki kiugrott volna ebből a házból, aha, rámegyek a házra és már nem jelzi nekünk pirosnak. Szóval itt már nincsen senki. De én követlek, bármerre is mentél, én követlek és ott leszek a nyomodban mindig. Tőlem nem menekülsz. Na de várjatok csak, berakom ezt az ultra durva sebességet, hát hello, mi van veletek? Megérkeztem? Nekem nagyon úgy néz ki, hogy megérkeztem. Várjál már. Várjál már! Kijöttek a rendőrök! Az nagyon, de nagyon nem szerencsés! Hogy nem a rendőrök voltak ezek? Elnyomtam a skillemet, elnyomtam a skillemet! Nagyon nem jó így! A hátba szúrós ilyen ultra durva meg a képességemet elnyomtam az előbb! Na! De nem igaz, hogy nem találod el, gyere ide! Nincs képességem, de ha kell, akkor így darálok be! Jó, megvan ő is! Sima! Sima! Yeah. Ja, hogy itt van? De hagyjál már a fegyvereddel! Kevés ide a fegyver! Gyere csak ide! Bosszút kell, ezért állom! A négyesem van az ujjam! De lenyomtam a négyest, hát hogy kell aktiválni? Nem igaz, hogy csak így szétbarbálkodni tudok mindenkit. Sokkal stílusosabban is kivégezhetném őket. Van ebben a sátorban valaki? Kukucs! Aha, hogy ott van valaki. Meg ott is van valaki, csak nem előlem menekülsz, csak nem. Annyira lassú vagyok hozzájuk képest. De hát ez nem tántorít el engem. Már megint szirénákat hallok. Na de benyomtam a négyest. Ja! Hogy... jobb klikkel kell aktiválni, de sikeresen kiszabadult, mivel volt nála valami, amit a nyakamba szúrt. De nézzük a jó oldalát, most már legalább tudom, hogy azt a képességet hogyan kell aktiválnunk. De várjál már, ez nem jó! Hát itt van a kijárat! Valaki akkor innen sikeresen megszökött, és a 8-ból megöltem 6 embert. Hát valljuk be, hogy akkor azért jól teljesítettem és jól szerepeltem, jó Jason voltam, nem? Most akkor nyertem? És büszke rám? Ő az anyja amúgy? Annyira nem vagyok itt képben a sztorival. Hát figyeljetek, ketten tudtak csak kiszabadulni, nem olyan rossz az. Én emlékszem, hogy régen örültem, ha egy-két embert megöltem. Most pedig daráltam mindenkit. Mennyire jó, hogy ez videóra van rögzítve, és amúgy az egyik embert majdnem el tudtam kapni még pont azelőtt, hogy kiszabadult volna, szóval majdnem, csak egy ember tudott elmenekülni. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó, én baromira élveztem. Annyira éltem ezt az egészet, szerintem régen élveztem játékot, ennyire is, mint most. Nagyon remélem, hogy ti is élveztétek ezt a videót, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, meg a webshopon, meg a főcsatornán, meg minden, amit csak szeretnél, ott van lent a leírásban. Majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!